Szent István napok, célegyenesben az idei nyári fesztivál. Egész napos véradás, a Flash központban várták a segíteni vágyókat. 5 órán át motorozott a hőségben, meghalt a férfi. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Idén 3 napon keresztül várnak mindenkit, augusztus 18-a és 20-a között a mára már hagyománnyá vált Szent István napokra. A programok között színházi előadás, koncertek és kiállítás megnyitó is szerepel. Már csak néhány hét és ismét megtelik élettel a mosoni városrész. A Flash Nonprofit Kft. Művelődés szervezői ugyanis idén is színes programokkal várnak mindenkit a mosoni templom és a Futura közötti szakaszon. Idén is augusztus 20-ák környékére szerveztük a Szent István napok ünnepség sorozatát. Elképzeléseink szerint a hagyományos menetrend szerint fog működni a fesztivál, tehát lesz egy nagyszabású színházi programunk is, amiről már most elmondható, hogy hatalmas az érdeklődés. Még korlátozott számban lehet kapni ülőjegyet. Természetesen ingyenes a rendezvény, de hogyha valaki nagyon szeretne jönni a színházi előadásunkra és ülni szeretne, akkor a Flash központon siessen, mert már tényleg 100 körüli az eladható jegyek száma. Az idei nyári fesztivál programjai augusztus 18-án kezdődnek a Flash központban. Elsőként Jankovics Marcell, Kossuth és Balázs Béla díjas rajzfilm rendező, grafikus művész munkáiból nyílik kiállítás. A megnyitó után aztán a zenéje lesz a főszerep a Flash központban, ahol a lengyel testvérváros Piotrków Trybunalski és a Mosonyi Mihály Zeneiskola közös koncertjét tartják majd. A programok aztán augusztus 19-én szombaton folytatódnak a már jól megszokott fesztivál helyszínen. Idén nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyermekprogramokra, így 2 napon keresztül többi között óriás fajátékokkal, a Makám zenekar koncertjével, babasarokkal, valamint a Bóbita Színház előadásaival várják a legkisebb. A színes programok mellett pedig több újítás is vár azokra, akik kilátogatnak a Szent István napokra. Tapasztalataink alapján egy kicsit komfortosabbá akarjuk tenni a fesztivált. Mindig a fesztivál ideje alatt nagy problémát okozott a vizes blokkok elhelyezése és a vizes blokkok környezete, úgyhogy idén beruháztunk egy olyan lehetőségre, hogy tényleg egy, ha lehet így fogalmazni, prémium WC-ket fogunk telepíteni a fesztivál környékére. Itt a Fehérló közösségi háta mögött lévő parkolóba helyezünk el konténer WC-ket, ahol azért kulturáltabban tudják a fesztiválozók elintézni a szükségleteiket. A 3 napos rendezvény ideje alatt a megszokott Mesterségek utcája, valamint a Szigetköz legnagyobb halászléje mellett koncertekkel is várnak mindenkit a szervezők. Fellépnek többek között Berecki Zoltán, Marótvik és a Nova Kultúr zenekar, Bája Lex és a Slep, a Kelemen Kabátban, augusztus 20-án pedig a tűzijáték előtt 21 órától a Velhelo ad ingyenes élő koncertet. Magyarországon a biztonságos vérellátáshoz napi 1800 véradóra van szükség. A Magyar Vöröskereszt a megfelelő vérellátáshoz folyamatosan véradásokat szervez. Legutóbb hétfőn várták a segíteni vágyókat a Flash központban. A vakáció, a nyaralás és a pihenés mellett kiemelt időszakok a nyári hónapok a Magyar Vöröskereszt életében is, ugyanis a megnövekedett számú balesetek miatt még több vérkészítményre van szükség, mint az év többi részében. Éppen ezért több alkalommal is véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Moson-Magyaróváron és környékén. Nem csak nyáron, de ez egész évben fontos, hogy vért adjunk, hiszen a vér semmi mással nem pótolható, csak vérrel. Illetve hát országos szinten több százezer beteg vár arra, hogy vérkészítményt kaphasson. A véradóknak fontos odafigyelniük a bőséges étel- és italfogyasztásra véradás előtt, ami legalább 1 liter folyadékot jelent. A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a véradás szervezésben, ami éves szinten több mint 10 000 eseményt jelent az országos vérellátó szolgálattal közösen. Emellett pedig minden évben nagy sikerrel rendezi meg a területi szervezet rajzpályázatát is, ami idén az Erő a cseppekben van címet kapta. Ez alkalomból összesen 78 pályamunka érkezett az általános iskolásoktól, akik közül 4 kategóriában 20-an vehettek át díjakat. Legközelebb pedig augusztus 9-én reggel 9 órától szerveznek jótékonysági gyűjtést az irodaház mögötti területen. A Lions-szal együtt jótékonysági ruhabőrzét fogunk tartani, ugyanis a Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron megyei szervezete táborozásra pályázott, és nyert is. Dunaszigeten 50 rászoruló gyereket fogunk táboroztatni, életmód tábor a Vöröskereszttel címmel.
ahol igazából nem csak az életmódot, de a közösségépítést is, egészséges táplálkozásról fognak programokon keresztül a gyerekek megismerkedni, és erre gyűjtünk még anyagi hátteret. A Vöröskereszt területi szervezete természetesen a továbbiakban is megszervezi véradásait. Legközelebb augusztus 10-én 15 és 19 óra között várják a segíteni vágyókat a Dunakiliti sportcsarnokba. Mosonmagyaróváron legközelebb pedig november végén lesz majd véradás. A véradásokról pontos információ a véradás.hu oldalon érhető el. Vélhetően kiszáradás miatt lett rosszul a Hegyeshalmi átkelőnél, majd vesztette életét az a férfi, aki azt megelőzően több mint 5 órán át motorozott megállás és folyadékpótlás nélkül, olvasható a mosonvármegye.net oldalon. A portál információi szerint egy német motoros hajtott be kett kora este a Hegyeshalmi határátkelő belépő oldalán lévő parkolóba. A férfi vélhetően rosszul léte miatt akart megállni, mivel a parkolóba érve érintőlegesen ütközött egy személyautó oldalának. Ezután a férfi félreállt, a környéken lévők pedig látva a történteket a segítségére siettek és megfogták, hogy ne dőljön el a motorjával. A lap úgy tudja, a motoros elmondta, hogy több mint 5 órája volt úton Németországból, a tikasztó kánikulában, bőrruhában. Ez idő alatt azonban egyszer sem állt meg és nem ivott semmit. Az 55 éves férfihez mentőt hívtak, akik kórházba szállították, ám a motoros végül életét vesztette, vélhetően a kiszáradás miatt. Súlyosan megsérült az a biciklis, aki elé egy parkolóautó ajtaját nyitották ki szerdán Mosonmagyaróváron. A helyszíni szemle adatai szerint a Szent István Király úton a posta előtt állt meg egy személyautó az útpatka mellett. A sofőr figyelmetlenül nyitotta ki a vezető oldali ajtót, így a szélső sávban szabályosan közlekedő kerékpáros a gépkocsi nyitott ajtajának ütközött. A biciklis az úttestre esett, és az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon túlgyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A baleset körülményeit a Mosonmagyaróvári rendőrkapitányság vizsgálja. A Magyar Kézilabda Szövetség kisorsolta a női magyar kupa első fordulójának párosításait. Az MKC hazai pályán szeptember 20-án kezdi meg a szereplést a Haladás VSE ellen, olvasható a Mosonmagyaróvári Kézilabda Klub honlapján. A szombathelyiek nem ismeretlenek a mosonmagyaróvári hölgyek számára, hiszen a két csapat a sorozat előző kiírásában is találkozott egymással. Akkor idegenben fölényes 38-17-es győzelmet arattak. A célunk ezúttal is a továbbjutás lesz. Röviden a hétvége időjárásáról. Szombaton is marad a kánikula, azonban többfelé megélénkülhet a légmozgás. Napközben 32 és 40 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. Vasárnap aztán az előrejelzések szerint egy hideg front közelíti meg térségünket, egyre többfelé várható zápor, zivatar. Néhány fokot visszaesik a hőmérséklet is, 28 és 37 fok között alakul a nappali csúcs. Kedves nézőink, ezek voltak a nap legfontosabb hírei. Most az Építek című magazin műsor következik, hétvégén pedig az Újhelyi iskola nyár csalogató című gálaműsorát nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok Önöknek, viszontlátásra!